Egy ige jutott eszembe a héten, és hát hozzá egy történet is. Úgyhogy azzal kezdeném, hogy nem tudom ki az, aki szereti a lovakat, vagy a lovat. Van olyan? Van, bólogatnak, úgyhogy van, aki szereti a lovat. Nem tudom, van-e olyan, aki már ült rajta lovon? Van. Ajaj. Egyre több. Aztán, hogy valaki tud-e lovagolni? Van. Hát nem sokan jelentkeznek, de azért van. Hát nincs itt Misi bácsi, ő biztos, hogy jelentkezne, hogy ő szereti a lovakat is, meg tud jól lovagolni is. Na de az a lényege, hogy egyszer dolgoztunk, egy építőipari munkát kiviteleztünk egy lovardába, és hát ott voltunk egy jó néhány hónapot. Aztán, hát már ha lovardába vagyunk, akkor ki kell próbálni a lovat, ugye? És hát nem voltunk, nem egy nagy csapat voltunk, de vagy hárman, négyen voltunk. Aztán úgy mindannyian kipróbáltuk, felültünk, hát volt, aki leesett róla. Hát én is felültem, én sem tudok lovagolni, úgy ültem már lovon, de hát nem engedtem, hogy elinduljon nagyon a ló, egy egész ilyen jó, magas, megtermett nagy ló volt. Aztán volt az egyik kollega, ő meg ráült, aztán engedte, hogy hadd menjen. Aztán a ló elindult jó gyorsan, szkodolt egyet, visszafordult, nyilván kim voltunk ott valahol, egy ilyen legelőn vagy kaszálón, és hát visszafele nagyon gyorsan jött. Hát a kollega nagyon átkarolta a lónak a nyakát, mert hát másképp leesett volna, és hát épp jó félelmei támadtak a lovon. Aztán, mikor leszállt, akkor szegény leült, szusszant egy nagyot, és azt mondja, hát halálfélelme volt. Úgy ment a ló, ahogy csak bírt, és nagyon megijedt. Hát nem esett le, szegény ló jól nem fulladt meg, mert nagyon szorította a nyakát. De az volt a lényeg benne, és az az érdekes, hogy mi tudtuk, hát aztán röhögtünk, leültünk mi is, tehát nagyon nevettünk rajta. De viszont ő egy egészen rossz dolgot élt át a lovaglással. Viszont volt egy gondozó, vagy egy munkás ott, aki a lovardába dolgozott, és messziről nézte, és oda jött, azt mondja, hú, azt mondja, te nagyon jó tudsz lovagolni. Azt mondja, hú, jó volt nézni. Azt, hát mikor elmondja, hogy benne mi történt, hát akkor nem nagyon mondta, hogy jól tudott lovagolni. Tulajdonképpen vagyunk mi így emberek, hogy szemlélünk egy eseményt, egy valamilyen dolgot, és hát van egy véleményünk. És most következik az, hogy ami ige eszembe jutott, tulajdonképpen az az ige, amikor Sámuel elmegy, hogy felkenje a Saul utáni királyt, és hát Isai hozza oda a fiait, először az Eliábot, és meglátja Sámuel, hogy hú, ez egy nagyon jó termetes ember. Azt olvassuk az igében, hogy jó megjelenése, és jó termetes növésű. És azt mondja, biztos ez lesz a király. És Isten odaszól Sámuelnek, és azt mondja, hogy nem. Nem ez lesz a király. Mert nem az a fontos, mondja Isten Sámuelnek, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ez a lényeg, ez a lényege az egész életünknek. Nem az, hogy mit látnak az emberek, hogy milyen a megjelenésünk. Nyilván ez is fontos, mert bizonyos közegbe meg kell jelenjünk, de az a fontos, hogy Isten mit lát a szívedben. Mi van a szívedben, mert őt látja. Az is, ha a rossz, az is, ha jó. És olyan jó az annak a tudatába élni az életünket, hogy
először is nem emberek fognak rólunk bizonyos véleményt mondani, vagy nem az a fontos, hogy az emberek milyen véleménnyel vannak rólunk, hanem az, hogy Isten hogy lát bennünket, és mit lát bennünk. Én szeretném, ha elcsendesednénk. Tulajdonképpen adjunk esélyt magunknak arra nézve, hogy nézzünk befele, nézzünk magunkba. Lehet, hogy nem mindig azt látjuk, vagy én remélem, hogy azt látjuk, ami Isten is lát bennünk, és hozzuk ezt úgy az Úrhoz. Ő látja életünket, látja az, ami bennünk forog, még a gondolatainkban. Azt mondja a Zsoltáros, hogy még ki sem mondtam a szót, és ő már tudja. Tehát egy hihetetlen, egy elképzelhetetlen ismerettel állunk szembe, amikor Istenre gondolunk. És csendesedjünk el magunkba, és nézzünk önmagunkba, hogy mit lát Isten bennünk. Nem az a lényeg, hogy mit látnak az emberek, hanem az, hogy Isten mit lát. És ha jót lát, akkor az emberek mondjanak bármit. Vagy ha rosszat lát, akkor is az embereknek lehet jó véleménye, de nem ez a fontos. Én arra kérem a gyülekezetet, hogy hajtsunk fejet. Egy néhány csendesség után, én majd néhány perc csendesség után én majd fogok imádkozni, de mindannyiunkban hozzuk úgy az életünket Isten elé, és adjuk oda neki. És ha mi saját magunkba is látunk dolgokat, amik nem odavalók, hát akkor azok ki kell tenni. Azokat hozzuk oda Istennek, mert ő látja, és ő segít abban, hogy ezeken túllépjünk. Így elcsendesedünk, és imádkozzunk Istenhez. Drága Urunk, menj édesatyánk! Félelemmel, de avval a jó tudattal állunk előtted, hogy te mindent tudsz és mindent ismersz. Ismered életünk legmélyebb bugyait is. Néha úgy szeretnünk életünkbe dolgokat akár te előtted is eltakarni, vagy emberek előtt, de tudjuk azt, hogy egyedül te vagy az, aki megvizsgálsz, egyedül te vagy az, aki látod az igazi valóságot az én életembe is, és mindannyiunk életébe. Jövünk hozzád, és arra kérlek, őrizd meg úgy mindannyiunk egyen-egyenként bennünket, hogy saját magunkkal szemben ilyen álszentek legyünk, hanem tudjuk azt, hogy te ismersz bennünket. Te látod jól mindent ami mi előttünk, vagy más ember előtt titkolva van. És Uram, arra kérlek, hogy ebbe a csendességbe, ebbe a fohászkodásba, amit most hozzád intéztünk, Uram, segíts, hogy életünk letisztuljon, segíts, hogy életünk egy igazi olyan szakaszra érjen, ahol tudjuk azt, hogy te mindent tudsz, és ez a leglényegesebb, ez a legfontosabb. Köszönjük, Urunk, hogy a te lelked által, a te szellemed által végzett munkádat bennünk. Köszönjük azt, hogy ma fel akarsz erősíteni, meg akarsz erősíteni bennünket. Ma újra be akarsz tölteni a te örömöddel. És kérünk, hogy tedd ezt most a éneklés által, a dicsőítés által, az igeértés által. És kérünk, hogy a te lelked hadd érintsen meg ma is bennünket. Hadd munkálkodjon bennünket, ami tovább visz életünkbe, ami hétköznapjainkban, ami nehézségeinkbe és ami kérdéseinkbe. Köszönjük, Urunk, hogy hozhatjuk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és kérjük így az áldásodat az Úr Jézus nevében. Amen. Énekelni fogunk néhány éneket, úgyhogy kérem a dicsőíti csapatot, jöhetek és énekelj. Akik tehetik, álljunk fel, és úgy énekeljük ezeket.
Csak bízz az Úrban, és soha ne csüggedj. Ezt mondom mindig a lelkemnek. Hűsége páncél, és keze, mint árnyék köve. Csak bízz az Úrban, és soha ne csüggedj. Ezt mondom mindig a lelkemnek. Hűsége páncél, és keze, mint árnyék köve. Emlékezz mindig az ígéretére, minden nap megtart, és nem enged el. Szárnyain hordoz, és egyenes úton vezet. Mert vele minden magas falon átlépek, átfutok az ellenség táborán. A víz nem borít el, és a tűz nem éget meg, mert ő mellém áll. Csak bízz az Úrban, és soha ne csüggedj. Ezt mondom mindig a lelkemnek. Hűsége páncél, és keze, mint árnyék köve. Emlékezz mindig az ígéretére, minden nap megtart, és nem enged el. Szárnyain hordoz, és egyenes úton vezet. Minden magas falon átlépek, átfutok az ellenség táborán. A víz nem borít el, és a tűz nem éget meg, mert ő mellém áll. Emlékezz mindig az ígéretére, minden nap megtart, és nem enged el. Szárnyain hordoz, és egyenes úton vezet. A szívem fáj, és kételj lakik bennem. A csüggedés oly közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben. Megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem. Erőt adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. A szívem már csak nálad lehet békét, nem élhetek te nélküled tovább. Nézlek és lelkem megteli csodával. Az életem fényed ragyogja át.
fáradva lelkem, erőt adok, velem vagy, nem vagysz te. Felemelsz, s tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem, erőt adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, s tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem, erőt adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, s tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Adsz, ha megfárad a lelkem, erőt adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm azokat is, akik online vannak, vagytok velünk. Én Tóka Norbert vagyok, a gyülekezet egyik vezetője. És Istennek igéjét fogom olvasni. Az lesz a délelőttünk címe, ennek a tanításnak a címe, hogy amikor Isten szól, és a többit pedig hallani fogjuk, de amikor Isten szól, erről lesz szó. És ehhez olvasunk igét az Efézusiakhoz írt levélből, az első fejezetből. Úgyhogy kérem, hogy álljunk fel, és így hallgassuk meg a 15. verstől a 23. versig, tehát az Efézusiakhoz írt levélből, az első fejezet 15. versétől olvasom az ígét. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent irán megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban,
amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Isten, köszönöm neked a te ígédet, köszönöm azt, hogy ez üzenet lehet hozzánk, ami szíveinkhez ma. Isten, köszönöm, hogy készültél erre a találkozásra, és valóban ezt kérem, Uram, hogy a te szent lelked, szellemed nyissa meg a szíveinket, és Uram, te szólj hozzánk, Uram, hogy halljuk meg mindazt, amivel akarsz bennünket tanítani, bátorítani, figyelmeztetni, segíteni, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy jobban megismerjünk téged, és hogy beteljen rajtunk az a te jó szándékod és áldásod, amit készítettél számunkra. Uram, köszönöm ezt így, és dicsőítelek és magasztallak téged. Áldjuk a te nevedet, ahogy tettük ezt énekekkel is és imádsággal. Uram, tesszük ezt ezután is. Köszönöm, hogy itt vagy velünk Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. És hogyan szól Isten? Sokféleképpen teheti ezt meg, de három fő olyan pontot szeretnék megemlíteni, hogy hogyan lehet az Istent megismerni, hogyan tud felénk kommunikálni. Az egyik első az, hogy általánosan, a természetből megismerhetően. Ahogy ugye olvassuk a rómaiakhoz írt levélnek az első fejezetében, a 19. 20. versben, hogy mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megláthető. Hát egész egyszerűen azzal, hogy nézzük a világot, a természetet, a fizikát, a dolgok működését, el lehet jutni arra, hogy ez nem véletlen. És tudom, hogy vannak, akik ezt mondják, de el lehet jutni arra, és az a hitem és meggyőződésem is itt mindannyiunknak, hogy ez nem véletlen, hanem ezt valaki megteremtette. És emellett az általános természetbeli úton megismerhetőség mellett az Isten megismerhető a Bibliából, az ő igéjéből. Ez még mindig egy általános megismerési mód, de már egy különleges. Mert konkrét, mert le van írva az ő története, le van írva sok bizonyság, és ezáltal meg lehet őt ismerni. Ugye olvassuk a Timóteushoz írt második levélben, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hogy hasznos a jobbításra, nevelésre, fedésre. Isten az, aki ezt összeszerkesztette. Hisszük azt, és érezzük is azt gondolom, ahogy ismerjük és lapozzuk a Bibliát, hogy ez nem egy általános szöveg, ez nem csak egy mendemonda, sőt nem egy mendemonda, hanem ez igaz történet, és ebben üzenet van, és az Isten ezt fel tudja használni, és míg megismerhető egyáltalán az Isten és az ő dolgai ebből az általános kijelentésből, addig ott van a harmadik mód, ami pedig a személyes üzenet. És most erre szeretnék bátorítani mindenkit, hogy legyünk ezzel a hittel, hogy az Úr hozzád és hozzám szólni tud, és nem csak tud, hanem akar, és nem csak valamikor a messzi jövőben, hanem most is és ma is, hogy neki van üzenete a te szívedhez, az én szívemhez, hogy amikor elmegyünk csendességbe, ugye a belső szobába, vagy bárhol, éppen lehet, hogy kimegyünk a természetbe, és rácsodálkozunk Isten nagyságára, amikor időt szakítunk rá, és lehet, hogy néha ez csak egy sóhajtásnyi idő, akkor is tud szólni, vagy amikor órákat imádkozunk, akkor is tud szólni, de keressük őt, mert van üzenete. És még a görög a logoszt hívja ugye az általános igének, a rémát pedig a konkrét kijelentett igének. Addig ez jó, ha akár tudjuk, vagy ismerik ezeket a szavakat, nem fontos, hanem ha azt elhisszük, hogy van személyes üzenete az Istennek. Van személyes terve és kijelentése rólunk és velünk kapcsolatban. És mindezt miért? Vajon mi a kijelentés célja? Vajon miért döntött úgy az Isten, hogy szólni akar hozzád és hozzám? Miért nem maradtunk csak annyiban, hogy le van írva a Bibliában, és hogy mit kell tenni, és ennél többet ő nem tenne értünk. Ez is lehetett volna egy forgatókönyv, hogy ennyiben marad Isten az emberrel, hogy elétek adtam, értsétek meg, és csináljátok. De kapcsolatról van szó. A szeretet miatt más ez. Mert Isten szeret téged és engem, és ő nem csak annyit akar, hogy valamit megtudj, vagy valamit megérts csupán, hanem ő azt a kapcsolatot szeretné veled és velem, amire elhívott, amit már kitalált az elején is, megteremtett Ádámnál és Évánál, hogy együtt legyen az Isten az emberrel, aztán közben jött valami, elbukott a világ. De akkor Isten hozta a megmentést, hogy újra együtt lehessen az Isten és az ember. És ettől más az élet.
ettől a szeretettől és ettől a szeretet kapcsolattól. Szóval a kijelentés célja, hogy egyébként itt is olvastuk, hogy adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és megtudjátok, hogy milyen az ő nagysága, az ő dicsősége, az ő öröksége, az ő hatalma. Megismerjétek őt. Másról azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismeritek őt. Erről szól az egész életünk és az örök élet, hogy valaki olyat ismerünk meg, aki nálunk sokkal nagyobb, és olyan áldásokat, és olyan kegyelmet, és olyan szeretetet tartogat, amit, hogyha megismerjük őt, és ennek részesei leszünk, akkor egészen más az életünk, mint amit nélküle élhetnénk. És szeretné Isten, hogy megismerjük őt. Szeretné azt, hogy megtérjünk ő hozzá. Mert amíg nélküle éltünk, és most lehetne akár erről beszámolni, és szoktuk ezt tenni például a találkozások videóban, hogy hogyan éltünk, és miben volt részünk, és aztán egyszer csak találkoztunk Istennel. És annyian elmondtuk már ezt a bizonyságot, és még biztos, hogy van sokunknak ilyen bizonysága, hogy egyszer csak átfordult valami. Egyszer csak megértettem, hogy az Isten engem is szeret. Egyszer csak megértettem, hogy van megoldása az életem gondjaira és bajaira. És Krisztus van ennek a középpontjában. Hogy amikor felismertem azt, hogy ő Jézus halála által bűnbocsánatot nyertem, nekem örök életem van, hogy Isten családjába kerültem, hogy ő innentől kezdve nem csak hogy szeret és elfogad, hanem karon fog, és vele együtt megyek az életben, és akkor ilyenkor szoktak elhangozni, hogy mi változott meg, és mi lett más, és milyen áldásokban részesültünk. Jézus Krisztus az, aki az életét adta azért, hogy örök életünk legyen, hogy a bűneinket megbocsássa, és hogy ez a fordulópont az életünkben tényleg változást és áldást hozzon. Ehhez adja az ő szent lelkét, az ő szent szellemét a szívünkbe, amikor megtérünk. És pontosan a Szentlélek az, aki az Istennek a beszédét, kijelentését tudja formálni a szívünkben. Akár így a Bibliát, akár amit a természetben látunk, akár bármilyen gondolatot, üzenetet, eszközt föl tud használni az Isten, az ő szent lelke által, hogy egy látott, hallott, olvasott dologból üzenet legyen a szívünkbe. Hogy kijelentés legyen a szívünkben, és megértés legyen. A kijelentés célja tehát lehet megerősítés, lehet figyelmeztetés, lehet egy vigasztalás, lehet egy bátorítás, valami, amit Isten konkrétan és aktuálisan, akkor és ott, a te életedben és az én életemben el akar végezni. Azért, hogy valami megtörténjen, hogy beteljesedjék egy ígéret, hogy megtörténjen egy szabadulás, hogy olyan egy helyreállás, hogy kitartsunk a hitben, és lehet folytatni. Isten sokféleképpen szól, és szeretnék egy néhányat elmondani. A teljesség igénye nélkül, de fel szeretnék sorolni egy párat, csak hogy úgy ébrezgessük ennek a módjait, vagy úgy ott legyen a szívünkben, hogy az Isten így is, vagy úgy is tud szólni, és legyünk nyitottak az ő beszédére, hogyha így, vagy éppen úgy érkezik az életünkbe. És szeretnék ezekhez egy-egy példát is mondani az életemből. Isteni a dicsőség, és nem magamat akarnám ezzel prédikálni, de nagyon hálás vagyok azért, amikor egy-egy helyzetben kaptam egy üzenetet az Istentől. És ezt csak bátorítású szeretném most továbbani. És talán többnyire olyan dolgok ezek, amiket egyszer már elmeséltem itt, de most megteszem még egyszer, és tényleg az Istennek vagyok hálás ezért, és kezdem azzal, hogy az ige nyilván egyrészt általános, és csak abból, hogy olvassuk az igét, és megértjük a kereszthalálnak a lényegét, már ez üzenet a szívünkbe, és nagyon sok minden, amit Isten kijelentett. És emellett viszont ott van a személyes üzenet, amiről az előbb beszéltünk. És csak egyet szeretnék így példaként megemlíteni, amikor megtértem, nem sokkal később, kaptam egy üzenetet az Istentől, mert volt egy olyan dolog az életemben, amivel küzdöttem, és gondom volt vele, és tudtam, hogy változtatni kéne rajta, pont azért, mert ismertem Isten általános kijelentését, és tudtam, hogy aki az ő gyermeke, annak hogyan kellene élni, de nem ment az a dolog attól, hogy ismertem az általános kijelentést, és kerestem a szabadulás útját, kerestem a megtérés útját, hogy tudnék változtatni, hogy már szívemet elköteleztem az Isten iránt, befogadtam őt, itt él az ő szent lelke a szívembe, de küzdök ezzel a dologgal, hogy lehet szabadulni, és ahogy így imádkoztam és küzdöttem, egyszer csak így szólt hozzám az Isten igé, és úgy tényleg úgy megütött a Bibliában ez a gondolat, ahogy olvastam, hogy
ti, akik az Úrnak szent edényeit hordozzátok, távozzatok minden tisztátalanság közül. És akkor én megértettem azt, hogy amivel én küzdök, az egy olyan dolog, ami az Istenet nem tetszik, neki nem kívánatos. A Biblia úgy fogalmaz, hogy egy tisztátalanság, és én, aki tiszta vagyok, és az Istennek köteleztem el magam, hogy valóban így éljek, akkor én távozzak, és szakítsak ezekkel a dolgokkal. És hiába tudtam addig, nem sikerült, de amikor kaptam egy kijelentést, egy konkrét üzenetet, egy konkrét ígét, az valahogy olyan löketet adott, egy olyan bátorítást adott ennek a dolognak, hogy egyszerűen onnantól sikerült arra az útra lépni, hogy megszabadultam is, és a múlt élet ez a dolog. Mert az Isten igéje az ilyen, azt olvassuk talán Ézsaiásnál, hogy kiküldöm az én igémet, és nem tér vissza hozzám üresen, hanem célba ér, és elvégzi azt, amire Isten kiküldte. És hogyha a szívünk nyitott, akkor ez egy ilyen körforgás. Isten kiad valamit, az ő beszéde kiárad, és a szívünkbe betalál, és ott elvégzi azt a munkát, és úgy megy vissza az Istenhez. Az ige mellett, a kijelentett ige mellett Isten használja az ő szolgáit arra, hogy egy üzenet eltaláljon valahova, valakinek a szívébe. Lehet ez egy bátorítás. Most nemrég az év elején az egyik rokonnal találkoztam, és ő jó kívánságokat adott az évre. De csak egy mondatba. De annyira szíven ütött, és annyira a szívemből szólt az, amit ő mondott, hogy éreztem, hogy ez egy olyan bátorítás, ami most úgy mintha szellemben történne meg. Nem csak egy köszönés, hanem tényleg egy olyan szívből jövő jó kívánság, amit az Isten bátorítású használt föl a szívembe. Erre az évre nézve. De volt, amikor kaptam egy prófétai üzenetet. Amikor megtértem, akkor volt egy másik dolog az életemben, ami meg egy okkultizmushoz kötődött. Nem tudatosan volt az életemben, igazából ez egy tárgy volt, egy eszköz volt, ami egy ilyen okkult dolog volt, és hozzám került. Nem voltam tisztában vele, hogy ez mit jelent. És az Úr az egy szolgáján keresztül kijelentette ezt. Egy próféta üzenetet kaptam egyszer egy imádság közben, azt mondta, hogy ő látja maga előtt ezt a dolgot, és én nem tudtam, hogy mi ez. És képzeljétek el, nem is tudtam meg még egy jó ideig. Azt mondtam magamban, hogy Istenem, hát én nekem semmi közöm az ilyen dolgokhoz, egyszerűen nem is értem, hogy mire gondolhat. Lehet, hogy ő mondott olyat, ami nem igaz. És egy kicsit egy ilyen fenntartással kezeltem, de úgy, hogy azért megjegyeztem. És 2 év telt el, mikor egyszer csak így az Úr felfedte előttem, hogy amit ő mondott, az annak mihez van köze az életemben. És rögtön szakítottam ezzel a dologgal, kidobtam, megsemmisítettem, nem kellett az életembe ez. És érdekes, eltett ennyi idő, míg felismertem. De amit az Úr mondott, az helyén való. És mindig meg kell vizsgálni. Mert attól, hogy valaki mond valamit, azt meg kell vizsgálni, hogy tényleg az Úrtól van-e. De bebizonyosodott, hogy az Úrtól volt. És tud Isten használni ilyeneket is arra, hogy a figyelmünket felkelts, hogy figyelmeztessen valamire, hogy az ott nem jó, azon változtatni kell, azzal szakítani kell. Lehet ilyen a tanítás. Az ige hirdetés, amik itt is el szoktak hangozni, vagy a pénteki ifiken, nem tudom, Andris ott vagy, igen. Én nem voltam ott, mert nem járok már az ifi alkalmakra, megvan az oka, de nagyon jó volt olvasni, és talán Robi írta ki, hogy a szolgálatodban volt egy olyan mondat, ami nem tudom, hogy neki is kulcsüzenet volt, de engem nagyon megfogott, hogy az Istennel való kapcsolat fontosabb, mint az Istentől való elhívásunk. És ez annyira érdekes, és annyira, először úgy megütött a szemet, hogy ez hogy van, ez tényleg, ez így van? És rájöttem, hogy igen, ez így van. Mert Istennel van egy kapcsolatunk, és Istentől van egy elhívásunk. És beállunk abba a szolgálatba, amit az Isten hívott, és tesszük azt, amit tudjuk, hogy tőle van, és ezt kéri is, és a szívén van, hogy ezt tegyük, és tesszük is. De ha közben nem vagyunk kapcsolatban az Istennel, és ezt neked már csak én mondom hozzá, én csak ezt egy mondatot láttam, de úgy megragadott, hogy tényleg az kell, hogy a kapcsolatunk legyen elsősorban az Istennel rendben, és abból fakad az, hogy a szolgálatunkat és az elhívásunkat tudjuk úgy betölteni, hogy az jól legyen. Mert láttunk olyan példát, amikor valakinél a kapcsolat sivárosodott el, és maradt a szolgálatban, tette, amire elhívása van, és lehet, hogy nagy nevű prédikátor volt, de közben a kapcsolat olyannyira megfogult, hogy aztán el is bukott valamiben, mert nem volt már ott az Istennek a figyelmeztetése, nem volt már ott az, hogy az Istennel olyan mélységében járna, hogy mondjuk meghallaná az ő szavát és az ő hangját, hogy ha-hó, amit teszel, az nem állja meg a helyét, az nem jó, az zsákutca, az a bajba és a bűnbe visz. És nagy emberek is buktak már így el. Az elsődleges az a kapcsolat. És abból fakad az elhívásunk betöltése. És olyan jó volt ezt így megélni egy pár napja is, hogy,
Egyrészt ez felém is egy bátorítás volt, egy üzenet volt, de amikor készültem erre a prédikációra, akkor olyan jó volt először csak tényleg fürdeni az Isten jelenlétében, és azt mondani, hogy nem tudom még, hogy mi lesz, még nem tudom, hogy mit akarsz, Uram, mondani. Van egy pár dolog a szívemen, de nem tudom még, mi lesz belőle, de most csak itt vagyok, és Uram, csak dicsérlek, magasztallak téged, és énekek jöttek fel a szívembe, és olyan jó volt csak úgy lenni az Istennel, és tényleg ez az első. Lenni az Istennel együtt. Mint ahogy egy férj és feleség élvezi egymás jelenlétét. Aztán beszélnek a dolgokról, a teendőkről, a feladatokról, megcsinálják azt, ami kell, akár ez családi dolog, gyerekekkel, vagy elmenek dolgok. Minden történik, ami a családi életben egy elhívás, egy feladat, hogy betöltsék azt, amit ez az egész jelent, de ha ez marad, és nincs ott a kapcsolat élvezete, az, hogy én élvezem a másiknak a közösségét, a jelenlétét, akkor ugye baj van egy házasságban, és így van az Istennel is, hogyha nincs az ott, hogy élvezem az ő jelenlétét, meg adom magam arra, hogy ő is gyönyörködjön bennem, egyszerűen csak dicsérem és magasztalom őt, és kapcsolatban vagyok vele, ha ez sérül, akkor ugye baj lesz a másik oldalon is. És szóval Isten egy tanításban is, akár csak egy mondattal, de tud szólni hozzád és hozzám. Aztán egy ilyen lehet a megértés. Amikor Isten megértés által szól, nem kapunk egy olyan kijelentést, hogy mondjuk megüt az igéből egy ige, hogy erre volt szükségem, ez az a mondat, ez az üzenet, vagy nem jön oda hozzám valaki, vagy nem hallgatok az igehirdetésbe, vagy nem hallok meg az igehirdetésbe, ami éppen most hozzám szólna. Valamikor Isten megértést használ. Egész egyszerűen csak az, hogy leesnek a dolgok. Egész egyszerűen csak az, hogy nyilván az igével összhang van, és nem azzal ellentétben, De valami összkép összeáll, hogy az Isten mit is akar igazából. És úgy békességünk lesz benne, és békesség által is vezethet az Isten, hogy megértettünk valamit, és úgy megnyugodtunk abban, hogy ez lesz a helyes és a jó. Én megmondom őszintén, hogy nekem ilyen volt az, amikor házasodtunk a feleségemmel, és azon gondolkodtunk, hogy hova járjunk gyülekezetbe. És akkor itt éppen pásztorváltás volt, a ügyintéző pásztor jött ide, és egy olyan helyzet volt, hogy nem tudtam, hogy mi lesz. Hogy érdemes ebbe a gyülekezetbe járnom? Hogy tényleg jól döntök, hogyha azt mondom, hogy itt ide jöjjünk és ide tartozzunk? Hiszen most minden változik, ki tudja, lehet, hogy rosszabbak lesznek a dolgok, és nem jobbak. Vagy bármi miatt, de ott voltak bennem ezek a kérdések, és én azt láttam akkor, hogy ez egy lehetőség arra, hogy most váltsak, és valami olyan gyülekezetet válasszak, vagy olyan helyre járjak, ahol biztos, hogy minden rendben van, minden jó, és igazából ott tudok föltöltődni, épülni, tanulni, hát persze azért szolgálni is valamit, de ahol úgy tudok fogyasztani, hogy az engem épít és erősít, és persze ezek önmagában jó dolgok. Én akkor egy olyan megértést kaptam, és nem kaptam egy kijelentést, nem kaptam egy üzenetet, hogy Norbi, maradj itt a helyed ebben a gyülekezetben. És semmi ilyesmi nem volt, de valahogy egy-egy beszélgetésem volt valakivel, meg úgy egyáltalán láttam a helyzetet, és úgy összeállt bennem az, hogy itt szükség van. Elmehetek egy másik gyülekezetbe, ahol nincs olyan nagy szükség. Szolgálhatok ott is, ott fogok fogyasztani, és kapni, és épülni. Itt sokkal nagyobb a baj, a szükség. Emberek, akikkel lehet együtt szolgálni, vagy éppen segíteni, vagy egyáltalán az, hogy itt marad éppen a gyülekezet pásztor nélkül, és tudjuk, hogy lesz egy ügyintéző, lesz egy segítő, de mégis nagy a szükség egy ilyen helyzetben. És ez egy megértés volt, amit Isten akkor valahogy így a szívemre helyezett, nem kijelentéssel, de keletkezett ennek nyomán bennem egy hit, hogy jól teszem, ha itt maradok, és hogy jó lesz, hogy Isten meg fogja áldani ezt a gyülekezetet, és meg fogja áldani ezt a helyet. És aztán ez történt, ezen az úton indultunk el, és hiszem, hogy ennek vagyunk most a tanúi, hogy Isten áldást adott és áldást ad. Valamikor, amikor egyszerűen a megértés és egyfajta békesség által az Isten vezet bennünket. Valamikor egy belső hang által vezet az Isten. Valamikor megszólal bennünk a Szentléleknek a hangja, a Szent Szellemnek a hangja. Nekem ilyen volt az, amikor egy imádság közben az Úr Jézus szólt a szívemhez, hogy ne féljek, mert féltem. És bajom volt, és volt betegségem, és nagyon magam alatt voltam, és azt mondta, hogy ne félj, ne félj, mert bekötözöm sebeidet, és meggyógyítalak. És ez a helyén való szó, amit Isten akkor szólt az én szívem, ez egy gyógyító hatása volt, bátorított és megerősített, hogy ne féljek, hanem tartsak ki, mert ő megteszi ezt, és meg fogom látni, és aztán megláttam. Valamikor Isten felhasznál egy álmot, és azon keresztül szól.
Ugye lesznek a vének, fiak, lányok, akik látnak álmokat és kapnak proféciákat, beszél erről az ige. Isten sokféleképpen vezet, és nem mindannyiunkat egyféleképpen, de csak megemlítek egy példát, amit említettem, hogy volt az az ige, ami szólt hozzám, hogy távozzak, és legyek tiszta, aki az Úrral járok, és őt szolgálom. Ez egy kijelentett ige volt, ami felhívott arra, hogy változtassak, és eljutottam arra, hogy el is döntöttem, meg tényleg megszabadított az Úr, és aztán egy álomban kaptam egyszer egy igét, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Hogy Isten úgy megerősített, hogy az, amire felhívott, az meg is történt az életemben, és azt mondja rólam, hogy most már tiszta vagyok. És olyan jó volt kapni Istentől egy megerősítést, egy bátorítást, hogy nem csak arra hívott fel, hogy változtassak, hanem megerősített arról, hogy igen, az meg is történt, és most már így tekint rám. Vezethet látomásban. Egyetlen egyszer volt egy ilyen az életemben, de az Úr megmutatta azt, hogy volt a szívemen egy adomány, amit készültem odaadni valakinek, akit nem tudtam, hogy ki, és hogy imádkoztam, Isten a szívemre helyezte, hogy menjek ki, szálljak fel a buszra, és ott lesz egy anyuka a gyerekével, és neki adjam oda. És valahogy ezt így láttam magam előtt, és olyan furcsa volt ebbe az egészbe lenni, mert soha nem is történt velem ilyen, azóta sem, de mit tegyek most, ez tényleg így lesz, és fölálltam, fölöltöztem, hideg volt, karácsony volt, kimentem, fölszálltam a buszra, és nem volt ott az anyuka meg a kisgyerek. És akkor gondolkodtam magamban, hogy most akkor Istenem, mi van? Akkor biztos félreértettelek, vagy valami, nem tudom, akkor mi a hiba. Le is pattantam a buszról, és de rögtön az ott volt bennem, hogy de ez Isten ezt nekem megmutatta az előbb, 10 perce. Visszapattantam egy másik ajtón, és ott volt az anyuka meg a kisgyerek. És odaadta meg, és elmondta, hogy ez neki egy óriási dolog, mert ő semmit nem tudott venni a gyerekeknek karácsonyra ajándékba. És hogy nagyon hálás. És elköszöntem tőle, és csak annyit mondtam, hogy Isten áldja, és hogy az Úr Jézus nevében. És azóta is imádkozom érte, amikor eszembe jut, hogy tényleg áldja meg az Isten. Sok mindent felhasznál az Úr, és azért mondom csak el ezeket, hogy legyünk nyitottak. Hogy amikor az Isten valamilyen módon szól, akkor a szívünk az kész legyen azt fogadni. És legyünk nyitottak az új dolgokra is. Legyünk nyitottak arra, hogy Isten úgy is szól hozzánk, ahogy eddig nem. Lehet, hogy ad egy belső késztetést. És ezt is biztos éreztük már sokan, amikor nincs egy hang, nincs egy olyan konkrét üzenet, csak úgy feszül a szívünk, és tudjuk, hogy valamit meg kell tenni. A Barnabás mesélt nemrég egy ilyet, amikor vagy lehet, hogy nem akarok belekarodni, ez az ő bizonyságtétele, de hogy az Úr adott egy helyzetet, amivel visszafordult és idejött, és találkozott olyanokkal, akit behívott ide, és valahogy az Isten ad néha egy késztetést, vagy egy olyat, hogy érzi és tudja az ember, hogy most ezt meg kell tenni, és oda kell ahhoz az emberhez menni. Nem tudom még, mit fogok mondani, de először oda megyek, aztán majd meglátjuk. Szóval Isten sok mindent fel tud használni, és ezeket csak azért akartam elmondani, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat. És meg kell tanulnunk mindannyiunknak felismerni az ő hangját. És ez gyakorlás által történik. Ez nem történik máshogy, ez úgy történik, hogyha elkezdesz figyelni az Istenre, elkezded keresni, hogy mi az, amit ő neked akar szólni, és ha nem hallod, akkor is figyelj rá. Ha nem kapsz üzenetet, akkor is keresd őt. Szálld oda az időt. Órákat, heteket, hónapokat. Lehet, hogy hosszú időket. Lehet, hogy valamiben évekig vársz arra, hogy Isten adjon egy üzenetet. De szánd oda magad, hogy keresed. Mert a megfelelő ponton, a megfelelő pillanatban az Isten tud is szólni, és akar is szólni hozzád. Azt olvastuk itt, hogy a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. És akkor ez a kérdés, hogy amikor viszont kapsz valamit, akkor mit kezdesz vele? Az egyik történet, amit szeretnék megemlíteni, az Sámuel első könyvéből, a 23. fejezetből. Nem olvasom el az egészen a szakasz elejétől, de Dávidról van szó, amikor Keila városában volt, és ott megszabadította őket az ellenségtől. Viszont Saul megtudta, hogy ott van, és rá akart támadni. És ezt olvassuk a 9. verstől, hogy de megtudta Dávid, hogy Saul rosszat forral ellene. Ezt mondta Ebjátár papnak, hozd ide az évfódot. És azt mondta Dávid, Uram, Izrael Istene, azt a hírt hallott a szolgát, hogy Saul ide akar jönni Keilába, hogy elpusztítsa miattam a várost. Kiszolgáltatnak-e neki Keila polgárai? Ide jön-e Saul, ahogyan szolgát hallotta? Uram, Izrael Istene, jelensd ki szolgádnak. Az Úr így felelt, ide jön.
akkor ezt kérdezte Dávid. Ki szolgáltatnak engem és embereimet Saulnak, Keila polgárai? Az úr így felelt. Ki szolgáltatnak? Elindult tehát Dávid mintegy 600 emberével, kivonult Keilából, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keilából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Úgy az Isten fölhívta a figyelmemet erre, hogy mit kezdünk azzal, amikor kapunk egy üzenetet, egy igét az Istentől, egy bátorítást, egy figyelmeztetést. Mit csinálunk vele? Beépítjük az életünkbe? Használjuk? Felhasználjuk? Vagy lehet, hogy nem értjük, és a polcra tesszük? Az is jó, ha ott tartjuk, és arra készülünk, hogy majd az Isten ebből valamit lehet, hogy kibont. Vagy elfelejtjük? Nem törődünk vele? Dávid mit csinált ezzel a kijelentéssel? Felhasználta. Megértette, hogy oda fog menni Saul, megértette, hogy azok az emberek nem lesznek hűségesek hozzá, és kiszolgáltatják, és ezért úgy döntött, hogy akkor elmenekül. Aztán Saul lemondott a tervéről. Megváltoztak a dolgok. Az Isten adott egy kijelentést, ami egy figyelmeztetés volt, hogy ez lesz, vagy az lesz, hogyha ha itt maradsz, ha ez történik, és Dávid akkor kapcsolt, hogy hát akkor váltani kell, akkor menni kell. És ezek után nem az történt, mert lemondott róla Saul. Hát Isten, amikor kijelent valamit, az lehet azért, mert valami úgy lesz, és ez egy ígéret, de lehet azért, mert ez egy figyelmeztetés, pont azért, hogy ne úgy legyen. De ehhez kell a megértés, és hogy kezdjünk valamit azzal, amit az Isten szólt hozzánk. Hogyha figyelmeztet bennünket, akkor változtassunk. Ha bátorít bennünket, ha ígér valamit, ha megerősít, akkor pedig építsünk rá. Ézsaiás története, amivel foglalkozunk most, az is nagyon jól mutatja ezt be. Hogy az elején, vagy az egyik történetben Ézsaiás megfogadja azt, amit az Isten mond neki, és változtat. Ugye a Királyok második könyvébe a 20. fejezetben olvassuk ezt, és a múlt héten foglalkoztunk ezzel, ugye, hogy meggyógyult Ézsaiás, amikor Isten kijelentette róla, hogy meg fog halni. De akkor ő elkezdett imádkozni, és ugye olvastuk, és ki volt ide betítve, hogy mivel imádkoztál hozzám. Azért megváltozik ez a dolog. Mert kapott egy figyelmeztetést Ézsaiás, de kezdett vele valamit, hogy akkor változtatni kell. Akkor jött sírva az úr elé, hogy mit tegyen és hogy változzon meg. Ő kész megváltozni, mert nem akarja, hogy úgy legyen, ami figyelmeztetést kapott. És meglátta a megmenekülést. Meggyógyult, és kapott még 15 évet. És aztán egy következő történet, és nem akarok nagyon elébe menni, de ismerjük a történetet, hogy a következő pedig az, amikor megmutatja Ézsaiás az ő egész birodalmát az ellenségnek, úgymond, hát akkor lehet, hogy ő nem gondolta, hogy ebben a színben fognak majd feltűnni, de a babiloni embereknek megmutatta az egész vagyonát és kincstárát, és utána Ézsaiás kijelenti azt, hogy akkor ezeket fogják elrabolni tőletek. És elmondja azt is, hogy nem a te idődbe, és majd a gyermekeid is lesznek szolgák a babiloni fogságban, az ő utódai. De hogy nem most történik ez meg. És azt mondta Ézsaiás, hát akkor jó az Úr igéje, nem most történik meg, akkor az én időmben béke lesz. És nem kezdett mást ezzel a kijelentéssel. Itt nem fakadt fel a szíve arra, hogy akkor Uram, lehet-e valamit tenni az ellen, amit most kijelentettél, hogy ne így legyen, hogy ez a nép fogságba kerüljön, és tönkre menjen mindaz, amit gyűjtöttek az elődök, és ott van a kincstárban, és az a ragyogás. És ez is jól bemutatja azt, hogy amit kapunk üzenetet, azzal mit kezdünk. Ézsaiás ezzel már nem úgy kezdett, mint a másik üzenettel. Ezért bátorítalak arra, hogy ha kapsz figyelmeztetést, akkor változtass, hogyha kapsz ígéretet, ha kapsz bátorítást, megerősítést, akkor pedig építs rá. És ha van egy kijelentésed, és hittel megragadod, akkor lehetnek a láthatatlan dolgokból láthatók. Azt olvassuk a Zsidókhoz írt levélben, a 11. fejezetben, a 3. versben, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. És ott van Ábrahám. Amikor Isten azt mondta neki, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag. Ezt Mózes első könyvében, a 15. fejezetben olvassuk. Felolvasom az elsőtől a 6. versig.
Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. Itt az ígéret, amit az Úr mondott. De Ábrám ezt mondta, ó, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki azért igaznak fogadta el őt. És Ábrahámnak volt egy kijelentése, hogy lesznek utódai sokan, mint a csillagok az égen. És erre a kijelentésre fölébredt a hit a szívében. De ez egy láthatatlan dolog volt. És akkor még egy szinte hihetetlen dolog volt. Nem is értette, hogy hogyan történt öregkorában, és ez, hogy ennyi utódja legyen. És viszont a hit ott volt a szívében, és a láthatatlanból látható lett később, ezt tudjuk, valóra vált. És mit csinált Ábrahám? Hitt az Isten igéjében, hitt abban, amit Isten neki mondott, és volt egy kapaszkodója. És ezt most bátorításul mondom, hogy ha Isten mond neked és nekem valamit, akkor lehet kapaszkodónk, hogyha van valami, ami Istentől üzenet, akkor a kapaszkodó az emlékeztetés. Egy kapaszkodó, ami megerősíti a hitünket, hogyha emlékeztetjük magunkat arra. És Ábrahámnak az emlékeztetés a csillagok voltak, vagy a homok. Amire szintén mondja Isten, hogy annyi utód lesz, mint a parton a homok. Hogy ki tudott menni Ábrahám, és fel tudott nézni az égre, és azt tudta mondani, hogy Uram, itt vannak ezek a csillagok, és emlékszem, hogy azt mondtad, hogy ennyi utódom lesz, mint ott. És ezért te is, vagy én is megtehetjük, hogyha kapunk Istentől valamire egy indítást, egy hitet, és ott van a szívünkben, de ez egy láthatatlan dolog, és várjuk, hogy láthatóvá legyen, akkor írd ki azt az igét a faladra. Írd ki azt a szót. Rajzold le. Csinálj egy makettet, bármit, valamit tehetsz, amivel emlékezteted magad, hogy ne merüljön feledésbe. Én most kitettem a fiamnak az egyik rajzát. Ő rajzolta, és valami olyan dolog van rajta, amire vágyunk, és készülünk rá, és úgy hiszük, hogy meg is történik most hamarosan. De kitettem, és azt mondtam neki, hogy kiteszem, mert ezt lerajzoltad, és én hiszem, hogy az Úr meg fogja ezt adni. És jó dolog az, hogyha mi a hited, annak tanúbizonságát adod, és emlékezteted magadat arra, hogy ez meg fog történni. Mert az Isten azt ígérte. Mi az, amire téged indított az Úr? Mi az, amire kaptál egy üzenetet, egy igét, egy kijelentést? Most vagy régen? És mit kezdtél vele? Mit kezdesz vele? Most is szólni akar az Úr a szívedhez. Keresd őt, és legyél nyitott arra, hogy bármilyen módon meghalld azt, amit az Isten szól hozzád. És amikor meghallod és megérted, akkor ez egy olyan felszabadító érzés, amikor az Istennek az üzenete szíven talál, és célba talál, és leesik a tantusz, és tudsz kezdeni azzal a helyzettel valamit, ami eddig lehet, hogy csak feszített és gond volt, és nem láttad a kiútat, és kilátástalanak tűnt a helyzet. De keresd az Istent, és én bátorítok, hogy fogadni üzenetet. Hogy fogadni egy vezetést, hogy fogadni egy támogatást, fogadni egy segítséget. Azért, mert szeret, és azért, mert ez a kapcsolat neki mindennél többet ér veled. Hogyha te jössz hozzá, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, és szólj hozzám, szólj, mert halljál te szolgád. Akkor Isten fog neked üzeneteket adni. És keresd ezt, légy türelemmel. És gyere az Úrhoz gyakran. Azt mondja Isten ígéje, ugye, hogy ne aggódjatok különféle dolgokért, hanem keressétek az Isten országát mindenek előtt, és minden más, ez ráadásul megadatik nektek. És még bátorításul ezt az egy példát szeretném elmondani, hogy mikor én udvaroltam, akkor volt egy olyan fázis, volt egy olyan pont, amikor úgy tűnt, hogy nem lesz semmi a kapcsolatunkból az én feleségemmel, és én elmondtam neki az én szívem szándékát, és azt vártam, hogy ebben talál a véleményünk, és közösen folytatjuk, és hát akkor ott azt kaptam így elsőre, hogy nem, és nagyon jöttem az Úr elé, hogy akkor miről is van szó,
És hogy lesz ebből az, amire vágyik a szívem, és egyáltalán lesz-e, vagy nem lesz, főleg, hogy úgy éreztem, hogy Isten bátorít eddig. És olyan érdekes volt megtapasztalni azt, hogy Isten azt mondta egyszer, hogy bemehetsz arra a földre, amit neked ígértem, csak szolgáld teljes szívvel az Urat, a te Istenedet. És ez egy ige volt Józsué könyvéből, és úgy ez is szíven talált, hogy az Isten ezt nekem mondja, és itt van az a lány, akinek udvarolok, és akire vágyom, és akit szeretnék feleségül venni, úgymond az én ígéret földem, és bemehetnék, de most tudnék, hogy nem tudok bemenni. És akkor mi történt? Miért nem történik meg az, amire készülök, és vágyom is, és amire az Isten bátorított, és kaptam ezt az ígét, és ott volt az, hogy először az Isten országát. Hogy mindenek előtt keressem az Istent, és azt, amire ő indít, és tegyem meg azt, és szolgáljak azzal, és akkor egyszer csak leesett, hogy van valami, amit az Úr indított. Van valami, amit az Úr mondott már korábban, fél éve, éve. Az Úr a szívemre helyezte, hogy indítsak el egy házi csoportot. És nem tettem sokáig. Nem éreztem magam alkalmasnak rá. És ezért úgy félretettem. Pedig az Isten mondta nekem, tudtam, de úgy elkerült, nem arra a polcra, amit úgy észben tartok, hogy mikor jön elő, hanem arra a polcra, amit nem akarok elővenni, mert úgy gondoltam, hogy ez nekem nem alkalmas. És akkor, amikor Isten szólt, akkor ez úgy leesett, hogy várom azt, hogy az Isten megáldjon, és jól menjenek a dolgaim, de nem teszem azt, amit rám bízott. És akkor ezen a ponton úgy döntöttem, hogy akkor nem belevágok, akármennyire is alkalmatlannak érzem magam, és kérlek, vezess és segíts, és megtörtént ez a dolog, és elindult, és az első találkozón, amikor ezt a csoportot összehívtam, akkor hívott fel most már a feleségem, hogy hát csak érdeklődik, hogy mi újság velem is, hogy vagyok, és éreztem a szavaiból, hogy átfordul az, amire vágytam eddig, és amit nem tudtam szerelmes verssel és randival és semmivel elérni, az egyszer csak megtörténik, és ő közeledik felém, és kérdezi meg, hogy vagyok, és hát innen folytatódott a sztori, és lett az én feleségem, a többit nem mesélem el most, de az Isten, amikor mond valamit, az nem véletlen, és azért teszi, mert szeret, és van egy áldása, van egy jó terve, és akarja, hogy megvalósuljon. Kész vagyok-e meghallani, amit mond nekem, és kész vagyok-e kezdeni az ő kijelentésével valamit, és hát mit? Nem azt, hogy félreteszem, hanem akkor valahogy beépíteni, vagy változtatni, vagy építeni rá, de felhasználom-e az ő szavát, az ő kijelentését, ami a legértékesebb dolog ebben a világban, ebben a zajos világban, hogyha az Isten mond neked valamit. És mit tegyünk, hogyha nem szólt még hozzánk az Isten? Mit tegyünk, ha soha nem hallottuk az ő hangját, és úgy vágyunk rá, és szeretnénk? Hát elsősorban ezt, hogy keressük. Azt mondja a 145. Zsoltár 18. verse, hogy közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kívánságokat, és megsegíti őket. Az Isten tényleg közel van. És hogyha szeretnéd hallani az ő hangját, akkor szánd oda a szívedet imádságra, szánd oda a szívedet arra, hogy dicsőíted őt, akár énekekkel, akár zsoltárok felolvasásával, akár csak azzal, hogy olvasod a Bibliát, keresed őt, az ő akaratát, az ő szavát, imádkozz akár másokkal együtt, és kérd meg az Istent, hogy szóljon a te szívedhez, mert fog szólni, mert akar szólni, azért, mert szeret téged. És hogyha pedig az a kérdés a szívedben, hogy az Isten tényleg megteszi-e azt, amit mondott, és tényleg megsegít-e, és tényleg számíthatsz-e arra, hogy karonfogva mentek bármin keresztül, a legnehezebb élethelyzeteken keresztül is, vagy a legnagyobb örömökben is, akkor bátorítalak azzal, amit mond a gyülekezetről, hogy az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. És elsőre azt gondolhatnánk, hogy ez csupán arról szól, hogy a gyülekezetnek Krisztus a feje. Úgymond ő az Úr, ő az, aki vezet és tanácsol és útba igazít és megmondja, hogy a gyülekezet merre vagy milyen irányba menjen, de nem erről van csupán szó, hanem ez azt is jelenti, hogy a gyülekezet azzal a Krisztussal van ilyen szoros kapcsolatban, és a gyülekezetnek minden egyes tagja, te is és én is,
akinek a lába alá vetett mindent az Atya. Az egész univerzum az Úr Jézus Krisztusnak a lába alatt van, tehát hogy ne tenne meg érted valamit, és hogy ne tehetne meg érted valamit, mert hatalma van, mérhetetlen az ő dicsősége és az ő nagysága, és a te életedben is szeretné ezt megmutatni, szeretne bemutatkozni minden élethelyzetben, a legnagyobb nehézségben is, a legnagyobb örömben is. Jöjjünk elé nyitott szívvel. Most imádkozunk, és röviden hangosan lehet imádkozni egy-egy mondatban, utána pedig én fogom befejezni. Amen. Istenem, köszönöm, hogy olyan igényt hoztál a gyülekezetem, amire nagy szükségem van. Köszönöm, hogy megtapasztalhattam az életemben, hogy konkrét dologban megjegyéltél, úgy megadtad. Így állít azért, hogy szerez bennünket. Amen. Amen. Olyan szívvel, hogy tudjuk mindig figyelmesek lenni a te hangod megtalálására,
és kérlek, te munkádban, mint az emberek, neked elmességet is, hogy hallgassunk át a szóra. Amen. Amen. Isten, dicsőítelek és magasztallak téged azért, hogy neked üzeneted van hozzánk. Köszönöm azt, hogy már az egész Biblia erről beszél, és azt segíti, hogy megértsük azt, hogy te ki vagy, és milyen vagy, és hogy ezt az üzenetet, amit szólsz felénk, azt a szívünkbe zárjuk, és átformálja az életünket. Uram, köszönöm azt, hogy a te általános üzeneted az egész Biblia, és ebből megszólítasz minket konkrét üzenettel. Köszönöm azt, hogy hallhatjuk azt, amikor egy ige szól a szívünkhöz, amikor terelsz bennünket erre vagy arra, amikor mondasz valamit, Istenem, hogy felismerjük, hogy megértsük a te akaratodat, hogy lássuk azt, hogy mire hívsz, hogy mire indítasz, hogy hol van a helyünk, hogy miben akarod, hogy szolgáljunk, hogy miben tartsunk ki, hogy mi az, amivel éppen szakítsunk, Istenem, Uram. Annyi mindent, Uram, tudsz így a szívünkre helyezni, és köszönöm ezt, Istenem, mert te vagy a legcsodálatosabb tanácsos. És szükségünk van a te tanácsaidra, szükségünk van a te vezetésedre. Uram, én köszönöm neked azt, hogy tele vagy most is üzenettel a szívünk felé. Uram, segíts, hogy ezeket megértsük, hogy meghalljuk, Uram. Kérem, hogy a te szent lelkeddel, a te szent szellemeddel, Uram, dolgozz a szívünkön. Az enyémen is, és mindannyiunkén, hogy egyszerűen ebben az ölelésben, ebben a karonfogásban, ami a te szereteted, Uram, hogy tudjuk újból és újból elvenni azt, ami tőled üzenet, ami tőled ajándék. És hogy tudjunk nem csak kezdeni vele, tehát hogy tudjunk azt kezdeni vele, Istenem, ami helyes, hogy meglássuk, hogy miért mondtad azt, amit mondtál. Uram, köszönöm azt, hogy fel akarsz építeni. Köszönöm, hogy szeretnél még jobban bemutatkozni nekünk. Azt mondja te ígéd, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoztatás az azért adatott, hogy megismerjünk téged. És a bölcsesség az, ami arra segít bennünket, hogy tudjunk mit kezdeni a kinyilatkoztatással, hogy értsük és lássuk, hogy amit te szólsz, annak helye van. Uram, segíts, hogy meg tudjuk ragadni az ígéreteket, és hogy segíts, hogy meg tudjuk fogadni a figyelmeztetéseket. Uram, köszönöm azt, hogy szeretsz, és Uram, az a kívánságom, hogy mindannyiunk életében, Uram, elvégezd azt, amit el akarsz végezni, hogy te ígéd ne üresen térjen vissza, hanem úgy, mint ami nyomán megtörténnek a te áldásaid. Uram, köszönöm, hogy jót terveztél, mert jót terveztél az életünk felől, dicsőítelek és magasztallak ezért, hálát adok, Uram, Jézus Krisztus nevében. Amen. Dicsérjük Istent! Ahogy hallhattuk, van olyan helyzet, amikor csak közösségbe kell lennünk Istennel, és figyelni rá, hogy később dolgozhasson bennünk. A következő énekben valljuk meg egyszerűen az ő jóságát és szeretetét. Szeretlek, mert kegyelmed sose csal meg, és minden nap a tenyeredben tartasz. Reggel ébredéstől lefekvéseméig éneklek a te jóságodat. Minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál. Minden erőmmel míg éneklem a te jóságodat. Szelíd hangon sok-sok tűzön átvezettél, s a sötétségben nincsen más ilyen közel. Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz, úgy élvezem
a te jóságodat. Minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál. Minden erőmmel míg éneklem a te jóságodat. Minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál. Minden erőmmel míg éneklem a te jóságodat. Jóságod fut utánam, s utolér engem. Hűséged megölel, az egekig emel. Leteszek mindent a te lábadhoz, és átadom neked. Jóságod nem hagy el, nem hagy el sose. Jóságod fut utána, s utolér engem. Hűséget megölel, az egekig emel. Leteszek minden a te lábadhoz, és átadom neked. Jóságod nem hagy el, nem hagy el sose. Minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál. Minden jóságodat. És még lesz egy énekünk, amiben bár nem beszéltünk össze Norbival, de szerintem nagyon jól kapcsolódik a tanításhoz. Bátran énekeljük ezt fennállva, hogyha megtehetjük. Úram, szólj hozzám, és a te beszéded megújítja életem. Úram, érincs meg, és a te szellemed betölti a szívemet. Úram, szólj hozzám, és a te beszéded megújítja életem. Úram, érincs meg, és a te szellemed betölti a szívemet. Uram, oly jó vagy te hozzám, én dicsérlek szüntelen. A te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. Uram, szólj hozzám, és a te beszéded megújítja életem. Uram, érincs meg, és a te szellemed betölti a szívemet. Uram, oly jó vagy te hozzám, én dicsérlek szüntelen. A te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életed. A te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életed.
Atya élete. Amen. Alkalmunk végén néhány hirdetést szeretnék elmondani. Hát kezdem úgy időrendi sorrendben. Ma 15:30-tól énekpróba lesz az énekkarra, akik ebben érintettek, azokat szeretettel várják. Szerdán 10 órától nyugdíjas alkalom lesz, erre is nagyon sok szeretettel várják a nyugdíjas testvéreket. Csütörtökön 18:30-tól Biblióra, a Hiszem sorozat folytatódik. Itt az imaházba is lehet jönni, online is ezt lehet követni, ezt az alkalmat. Ezen is, ha tudunk, vegyünk részt. Pénteken 19:30-tól ifjúsági alkalom, ugye jól mondom az időpontot? Mennyi? 18:30. Jó, akkor 18:30 ifjúsági alkalom. Szombaton pedig 16:00-tól tini alkalom. Tehát akik ebben érintettek, azokat szeretettel várjuk, de nem nincs vége a sorozatnak, még van a szombat. 9:00-tól csendes nők alkalma lesz. Úgyhogy erre a nagy testvéreket várjuk sok szeretettel. Egy kicsivel tovább tekintve, jövő vasárnap 17:00-tól folytatódik a pénzügyi esték alkalma. Most lesz a második rész, a téma a megtakarítás. Van videónk, megnézzük ezt a videót együtt. Szeretettel köszöntelek, Bán Attila vagyok, a PCL Baptista gyülekezet tagja, és az Életszava Alapítvány pénzügyi vezetője. Január 30-a vasárnap délután 5:00-ig kezdettel folytatjuk a biblikus pénzügyek kurzusunkat. A megtakarítás témakörében fogjuk keresni a Biblia válaszait arra, hogy mi hogyan éljük a mindennapjainkat. Szüleinktől, nagyszüleinktől már láthattuk a jó példát, hogy mennyire takarékos módon élték a mindennapjaikat, hogyan spóroltak. Ezekről nem nagyon hallunk ma a médiában, a reklámokban, a mai társadalmi szokásaink nem ebbe az irányba bátorítanak bennünket. Arra hívlak, hogy keressük a Bibliából a válaszokat arra, hogy a családi költségvetésünknek miért és hogyan legyen része a megtakarítás. Fiatal vagy idősebb, szeretettel várunk téged. A rendezvényünk természetesen ingyenes lesz, de a regisztrációhoz kötött. Nem lesz online közvetítés, és nem készül felvétel sem a rendezvényről, ezért bátorítunk arra, hogy személyesen gyere el. Amennyiben házas vagy, akkor bátorítunk arra, hogy a házastársadat hozd el, és együtt növekedjünk abban, hogy a családi költségvetésünket hogyan építsük fel. Szeretettel várunk! Még ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy aki nem tud regisztrálni online, az infopultnál megtehetik, úgyhogy felírják a neveket, tehát ott is lehet jelentkezni. Egy kicsit tovább tekintve, február 13 és 20-án házas esték lesznek. Hát majd 27, igen, köszönöm szépen. 13-27, hamarosan előbb-több információt is fogunk hallani. Hát még, amit nem hagyhatunk ki, ugye itt van most is a kidronkuka, úgyhogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy, és bátorítok mindenkit, hogyha van olyan az életedbe, az életünkbe, amit ki szeretnénk dobni. Nyilván, hogy nem ez fogja megoldani a lehetőséget, nem ez fogja megoldani, hogy az életünkből kikerüljön, de eldönthetjük azt, hogy ezt ki szeretnénk dobni,
ráírhatjuk egy cetlire, beledobhatjuk, és ami fontos, kérjük Isten segítségét, hogy ezeket ki is tudjuk dobni az életünkből. Hát ha van ilyen, és gondolom már volt is, de még lesznek, akkor ezt bátran megtehessük. Nem egymásunk előtt, senki nem fogja tudni, mit írsz rá, de Isten tudja, és tud segíteni ebben. Hát a mai hirdetések ennyi volt, és szeretném egy imádsággal befejezni alkalmunkat. Drága Uram, olyan jó azt tudni, hogy te vagy, te jössz, és te egy igazi Isten vagy, az, aki meg tudsz szólítani bennünket, tudsz vezetni, és tudsz kijelentést adni. Dicsétünk ezért. És én is kérlek arra, hogy segíts mindannyiunkat, hogy meghallhassuk a te beszédedet, a te szavadat, és tudjunk engedelmesek lennie, amiben te irányítani akarsz bennünket. És végezetül a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen. Az Úr közel. Hát Isten áldását kívánom mindenki életére.